Egyre több ittas vezetés miatt indult büntetőügyet kell tárgyalniuk a szekszárdi járásbíróságon dolgozó bíróknak. Havonta legalább 10 ilyen esetben születik ezen a bíróságon ítélet. Ezeknél az eseteknél azt is mérlegelik a szakemberek, hogy az ittas vezetőknek milyen volt az előéletük, például, hogy voltak-e már korábban büntetve, vagy hogy milyen hosszú utat akartak alkoholos befolyásoltság alatt megtenni, vagyis, hogy mennyire voltak veszélyesek a társadalomra. Sőt, a meghozott ítéletekben annak is kulcsszerep jut, hogy mostanában egyre több az ilyen ügy. Célja a büntetésnek, hogy a társadalom összes tagját elrettentse attól, hogy megpróbálkozó hasonló cselekménnyel, ez a generálprevenció, ezért van az, hogy minden ittas járművezetésnél súlyosító körülmény az, hogy nagyon gyakori sajnos ezen bűncselekmény. Az ittas vezetés vétség vagy bűncselekmény is lehet, így van, akit minden jármű vezetésétől, más pedig csak attól a jármű kategóriától tiltanak el, amit alkoholos befolyásoltság alatt vezetett. Utóbbinak az előnye, hogy ilyenkor nem kell utánképzésen részt venni, és például kismotor továbbra is vezetett az, akinek a B-s jogosítványát vonják be. És szélsőséges esetben akár börtönbüntetéssel is járhat a felelőtlenség. A notórius több alkalommal ittas vezetésért büntetett elkövetőkkel szemben a bíróság akár még 2 évig terjedő szabadságvesztés büntetést is kiszabhat. Az ittas vezetés esetén az sem számít, hogy a vétkes sofőr érezte magán az alkohol hatását, minden esetben a helyszínen elveszik a jogosítványát, ha akármennyit is ivott korábban.